Bámulatosnak találtam. Hamar egymásra hangolódtunk. Egy napon születtünk, szóval sok minden klappolt. Chadwick és Jalana 1991-ben találkozott az Oral Roberts Egyetemen. Az egymás iránti vonzalmuk tagadhatatlan volt. Nagyon tetszett az úr iránti szenvedélye. Szinte azonnal legjobb barátok lettünk. Együtt szolgáltunk az utcán, és házról házra jártunk bizonyságot tenni. A következő lépés már a házasság volt 1994-ben. Az első 7 év maga a mennyország volt. Közös szolgálatuk volt, segédpásztorok voltak a gyülekezetükben. Chadwick emellett teljes állásban dolgozott, és 2 gyermeket neveltek. Az asztalom tele volt fotókkal, és mikor megkérdezték, az a feleségem? Igen, ő az én drágám, válaszoltam büszkén. A házasságuk 12. évében egyre több nehézséggel szembesültek. Első otthonukat elvesztették, mert Chadwicket elbocsájtották. Jalana édesapja meghalt rákban, a harmadik terhességében pedig komplikációk adódtak. A romantika elhalt a házasságunkban. Terhes voltam, és úgy voltam, ne nyúljon hozzám. Inkább barátra volt szükségem akkor. Próbáltam megbirkózni a magányosság érzésével és a fájdalommal, mert mindkét szülőmet elvesztettem. Ő meg állandóan dolgozott. Az élet nehézségei elkezdtek felőrölni, és megromlott a viszonyom az úrral. Chad szabad idejét, amit korábban az úrral és a családjával töltött, pornófüggősége vitte el. Először csak kíváncsiságból klikkeltem rá, de egy teljesen új világot nyitott meg. Gusztustalan volt, de akkor ehhez vonzódtam. Ahogy próbáltam rejtegetni a feleségem elől, úgy éreztem, hogy egy részem haldoklik. Továbbra is szolgáltak, és úgy döntöttek, hogy 3 barátjukat, akiknek lakhatási problémájuk volt, ideiglenesen házukba fogadják. Chad és az egyik nő viszonyt kezdett, Jalana pedig rajta kapta férjét. 7 hónapos terhes voltam, amikor kiderült. Imádkoztam. Kértem Istentől, hogy hadd halljak meg. Nem tudtam, hogy azt az iszonyatos belső fájdalmat hogyan szüntessem meg. Annyira fájt, hogy így elárultak. És nem éreztem többé, hogy szeretnek. Szerettem a feleségem, de egyet biztosan tudtam, hogy Isten csalódott bennem. Azt hittem, ezért nehezen bocsátana meg. Azt meg egyáltalán nem gondoltam, hogy a feleségem valaha is megbocsátana nekem. Nagyon mélyre süllyedtem, szétestem, úgy éreztem, ennek véget kell vetni, válni akartam. De Jalana úgy döntött, harcol a házasságáért. Hamar rájöttem, hogy szeretnem kell magamat. Meg kellett találnom az identitásomat, függetlenül a szüleimtől és a férjemtől. Meg kellett ismernem, ki vagyok az Úrban. Isten szólt hozzám, hogy emelkedjek fel, legyek harcos, mert Isten gyermeke vagyok. Elkezdtem úgy imádkozni, hogy az elmém Istenben és Jézus Krisztusban legyen. Igéket vallottam meg újra és újra. Végül Isten igéje bekerült a szívembe. Az épített fel, és erősített meg. Az Úr pedig azt kérte tőlem, hogy mutassak szeretetet a férjem iránt, és ne hozzam fel többet a viszonyt. Én erre azt kérdeztem Istentől, hogyan bocsáthatnék meg neki. Isten azt válaszolta, hogy én is sokszor voltam hűtlen hozzá, de ő mindig megbocsájtott. Miért vagyok ilyen büszke, hogy nem tudok szeretetet és megbocsátást mutatni felé? Elkezdtem imádkozni érte, hogy Isten olyan embere legyen, amilyennek tervezte. Azt mondta nekem, hogy imádkoztam, hogy Isten adjon kegyelmet neked, amiért megbántottad a gyermekét. Akkor úgy éreztem, mintha szívinfarktust kapnék. Olyan volt, mintha Isten megszorította volna a szívemet. Abban a pillanatban ráébredtem, hogy ez a nő tényleg szeret engem. És talán esélyem van arra, hogy Isten is szeret. Mert mikor még bűnösök voltunk, és én az voltam, Isten igéje azt mondja, megbocsátott nekünk. Imádkoztam, hogy Uram, sajnálom, hogy megbántottam a családomat. Lefordítom a tányérom, és nem eszem semmit. Istenem, téged foglak keresni. Chad böjtölt és imádkozott, csatlakozott egy keresztény férfi csoporthoz, és megszabadult a pornófüggőségtől. A házaspár többet imádkozott és beszélgetett. Elsősorban Isten miatt tudott helyreállni a házasságunk. Az Úr lépett közbe, és ő hozott gyógyulást, de sok energiát kellett befektetnünk. Megerősítettük a fogadalmunkat, és ezen az esküvőn mondtuk el, mi is történt. Mindenki áll, leesett.
mert fogalmuk sem volt róla. A döbbenet után megodajöttek egy-ketten, hogy ők is csináltak hasonlót. Tudnánk-e segíteni? Miután Isten helyreállította az egységüket, más párok felé szolgálnak. Wolsék egy könyvben is megosztották a bizonyságukat. Mi nem az a pár vagyunk, akik elrontott házasságban élnek. Mi átmentünk egy viharon, és túléltük. Ez remény más házaspároknak is, akik árulással vagy hűtlenséggel küzdenek. Első kézből tudom, hogy Isten képes helyreállítani minden házasságot.